Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit tíznapos elvonulásunk harmadik darmabeszédén. beszédén. És igen, jól látjátok, ez egy gyakorló elvonulás. Mit gyakorlunk? Azt a fajta terűs együttműködést a darmában, amely által mindannyian haladunk a felébredés felé, még akkor is, hogyha ez néha nem érződik. A módszer szempontjából kétféle gyakorlat van. Az első olyan, mint a folyó két partja közötti híd. Itt vagyunk a szenvedés partján. Az eszme, a tanító kijelöl egy túlsó partot, érját a túlsó partra, Vájbuthává. és A szenvedés folyóján átkelve ezt elérhetjük, és csak a hidat kell szépen pillérenként, elemenként fölépíteni, ezt az ősök megtették, nekünk csak át kell menni a hídon. És ez így elsőre jól is hangzik, de ezzel több baj van. Az egyik az, hogy azt hiszik a hídon átmenők, hogy csak a híd pénzt kell kifizetni, és már mehetnek is. És ha át is érnek, azt hiszik, hogy a hídból mondjuk egy darabot magukkal vihetnek. Amikor átérnek, és a túlsó part lényegileg nem különbözik az innelső parttól, akkor csalódnak, és esetleg visszarohannak egy pillérhez, és fel akarják robbantani a hidat, úgy lázadnak föl, hogy ellehetetlenítsék a rendszert. Ilyen volt a világtörténelem során nagyon sok. Vagy pedig elcsüggednek, és visszarohannak a szenvedés folyójának közepéig, és demonstratíve beleugranak a hídról, a szenvedés folyójába, hogy sodorja őket el minél gyorsabban, minél messzebbre, és közben üvöltünk. Ez az önsajnálat kezdetű fejezet, egyéb érzelmekkel együtt teljesen pusztító és önpusztító tud lenni. Mi itt a baj? Az, hogy ezt a hidat nem azok csinálták, akik átmennek rajta. Ezért nem is értik, nem is becsülik, és valójában nem is tudják rendesen használni. Ez az, amikor te csak egy teremtett lény vagy, csak egy következmény vagy, olyasféle tanítvány, aki meg se közelítheti a tanítót, és innentől kezdve neked csak egy ilyen engedelmes követő dolgod van, és akkor majd csak lesz belőle valami, ígérje az eszme és az ilyen típusú tanító. Ahogy azt hallhatjátok, a zen nem ilyen, de radikálisan nem ilyen. Sokkal inkább ahhoz hasonlít, hogy amikor át akarsz menni a túlpartra, akkor észreveszed, hogy van egy hátizsákod. Azt is észreveszed, hogy nem tudsz vízen járni. Nem tudsz repülni. És ezért, ami a hátizsákodban van, az bele kéne tenni a folyóba, mert kiderül, hogy tele van kővel. Ez a sok-sok meggyőződésed, azonosulásod, fixa ideád, én alkotód. A múltadnak a nagyon erős azonosulással bíró emlékei. És hogyha az elsőt beleteszed a folyóba, arra már rá tudsz lépni, mert mindig a víz fölött marad. Rálépsz, és beleteszed a következőt. Arra is rálépsz, és beleteszed a következőt, és akkor meglátod, hogy nem vagy egyedül. Ezt nagyon sokan csinálják. Egy egész. Kőhálózat alakul ki, építhetünk egymás tapasztalatára, meríthetünk inspirációt egymás gyakorlatából, viszont másik hátizsákba nem nyúlhatunk bele. Te nem veheted le másról a karmáját, mert azt ő teremtette, ő viszi, ő azonosul vele, és hogyha olyanja van, akkor még így szeretetből rád is adná, hogy egy picit könnyebb legyen, de az nagyon mélyen hozzá van láncolva ezt hívják úgy, hogy az én művem. Ezt én csináltam. És éppen ezért nem lehet a gazdájától a karmát levenni, azt a gazdának kell felelősséggel viselni, és úgy hozzáállni, hogy a szabadságot is meglássa. Semmi más dolgod nincs, mint hogy rakja szépen a hátizsákból a karmát, köveit a szenvedés folyójába. Tegyél félre szépen mindent. És amikor az utolsó követ beleraktad a folyóba, akkor a következő lépés a túlsó part. Ez mindenkinél relatív. Nincs fix túlpartja a folyónak, és abban a pillanatban egy megváltozott hozzáállással visszaértél oda, ahonnan kiindultál. Világos, hogy senki nem fogja józan állapotában visszalakni a köveket a hátizsákjába. Ezt nem fogja megtenni, mert megdolgozott azért, hogy elérjen valamit, és amikor visszatér a hétköznapi életbe, akkor ezt az elérést spontán, mindenféle magamutogatás nélkül felajánlja a többi embernek. Felajánlja a példájával, az életvitelével, a gondolkodásmódjával, a beszédstílusával, mindennel. Nem tudja nem megtenni. Ezért a zen az nem hirtelen vagy fokozatos út, de egy biztos, sem autonómia, sem együttműködés nélkül nem képzelhető el. Úgyhogy itt a középutat igyekszünk gyakorolni, azt amin felébredhetünk és segíthetünk másoknak is, és azt a fajta együttműködést, amely önkéntes, de szabálykövető, autonóm, de együttműködő. Hogyha valamilyen rendszert nagyon logikusnak, letisztítottnak, egyértelműnek látsz, akkor gyanakodj. Gyanakodj, hogy valamit nem láttál. Gyanakodj, hogy a paradoxon sötétebbik felét nem vetted észre. Hogyha magadat nagyon szépnek vagy nagyon csúnyának látod, akkor is gyanakodj, mert a karaktered másik része, ami ezt kiegyensúlyozhatná, az még nem került a szemed elé. Tehát a zen nem a szenvedést és a megvilágosodást abszolútizálja, hanem azt a tudatot mutatja meg minden pillanatban, amitől az életed vagy szenvedésteli, vagy megvilágosodott lesz. Ez a saját tudatállapotunktól függ. Ezért a régi zen közmondás így mondja, ha az egy tudat tiszta, az egész univerzum tiszta, ha az egy tudata nem tiszta, az egész univerzum nem tiszta. Úgyhogy ezt az egy tudatot, ezt célozza a zen, de ami ezt célozza a zenben, az már az. Ezért kérdezték sokan, hogy hát hogyan találhatod meg azt a bikát, aminek a hátán ülsz. Kinek van kérdése? Úgy vettem észre, hogy vége van a Tanzdal Fesztiválnak a fejembe, és most az történik, hogy mantra kezdték egymás váltogatni, de nem az, amelyiket tőled kaptam. És az lenne a kérdésem, hogy ezeket a mantrákat, amik így spontán jönnek-mennek, azokat érdemes-e azzal, amit kaptam? Szerintem vissza a fesztiválhoz a sokkal nagyobb <laughs> szórakozás. Egy szó, mint száz, igen, érdemes visszatérni ahhoz a mantrához, amit a tanítótól kaptál. Viszont előfordulhat olyan, hogy te igyekszel belül elnyomás és kiélés nélkül csendben maradni, tehát se kifelé nem törekszel, se befelé nem törekszel. Szépen állsz, mint egy torony a tavaszi szélben. És akkor egy mantra spontán bejön. És hogyha nem nyúlsz hozzá, akkor az változhat ABCD verziót, de egy idő után a maga egyszerűségébe beáll. Na azt hozd el hozzám, azt meghallgatom. És kiderül, hogy akkor a lelkedben milyen dallamtapadás van, mi az a frekvencia, amire a lelked úgy érzékeny, hogy befogadja, és mint a Doppler effektus, ki is adja magából. Ez, ez megvan, tehát négy napja ugyanaz, ugyanabból a mantrából négy szó összesen, amit sikerült megjegyezni. Na, ne feszítsd a filmvásznat, nyugodtan mondd el, hogy ez micsoda. Most? Most! A nagy Dárániból, Ha a nagy Dárániból, akkor az már nagyon jó. De, de a nagyon-nagyon hosszúból, abból a izé rész. Melyik rész? A nagy Dáráni, de azzal a dallammal, azzal az izével, amelyikkel a hosszú Ja, az, az, ez nagyon jó. Tehát a, mindenki kedvéért az Ezer szem és készutrában található az. a piros betűs, gyorsított változata a nagy együttérzés Dáraninak, és ha ez így benned szépen körbeér, akkor azt nyugodtan recitálhatod. Mert Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Miért van az, hogy a déli énekeknél uh, szívem szerint úgy táncra perdülnék? Azért, mert a a mantra, amikor meghallott a apátja, hogy ezt énekeljük, azt mondta, na, akkor az égben az összes buddha, -but és istenség táncra perdül. Mert ez a jelentés, tehát a teljes mantrának az első fele csak az, hogy ki előtt adunk tiszteletet. Magyar az egész sereget megidézzük úgy, ahogy van. És a térnek ettől van ilyen minősége. Ha nem csinálnák naponta háromszor az éneklést, és a déliben nem lenne ilyen tartalom, akkor ez egy garázs lenne, meg egy raktár. Karmikus fagyasztó szekrény. De nem az, és mivel ilyen jelentés, ilyen frekvencia aktiválódik, hangzik el itt, ezért pontosan ilyen a tér, amilyen. És akkor a tudat akár érti, akár nem, de ahhoz kapcsolódik, ami ott tényleg van, ott a belsejében. Hát ez gyakorlatilag a, olyan sűrű és annyira lényegi, hogy idejött nem egy koreai, és a végén így megköszönték a tartózkodás végén, hogy szúnyi, ezt a szási Bult, ami a déli ételfelajánló szertartás, ez nálunk ilyen cirka 45 perc azt mondta, nekem odahaza három-négy órát kell énekelnem, hogy az összes itt lévő mantrára sor kerüljön, mert annyi töltelék került bele az idők során. És kulturális toposzok, hogy még ezt is, még azt is, még amazt is. És persze ott sincs másfél óránál több, mert tíztől fél tizenkettőig szok lenni, és akkor szerzetesek már mennek enni, világiak déltől, szerzetesek 11.30-tól vagy déltől, attól függ, milyen a templom. De ennyi mindent így egyszerre nagyon ritkán. Nekünk égető szükségünk van rá. Mi vagyunk a frontvonal, ők a hátország. Nekünk elképesztő töltés kell, hogy a minőséget egy úgynevezett befogadó kultúrában, tehát nem velünk azonos kultúrában tudjuk tartani. Ezért nagyon büszke vagyok azokra, akik ezt egyrészt a templom életében támogatják, rezik bejárók, segítők és azok a gyakorlók, akik rájönnek arra, hogy itt valójában miről van szó. Igen, itt a felszínen koreai buddhizmus van, de a mélyén valami sokkal íratlanabb van, valami sokkal emberibb és sokkal mélyebb van. És hogyha ez nem lenne, akkor nem akarna a lelket táncra perdülni éneklés alatt. Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Gondolkodásról szeretnék kérdezni. Ugye duális világot teremtünk, illúziókat. De Te illúziókat is szoktál teremteni? <laughs> Hogyha Önképet is teremtettem. És hogy ennek mi az evolúciós előnye, vagy bármilyen előnye? Ez az egyik kérdésem, hogy miért jó ez, illetve hogy miért hagyta az önvalónk, vagy az operátor, hogy így eluralkodjon a gondolkodás. Az önvaló nem személy. Ez a Butának egy hatalmas, nagy találmánya és tapasztalása, hogy az önvalód nem személyes. Ez az anatman tanat. az átma Brahmannak a különböző aspektusai több ezer éven át rakódtak a tapasztalásra, és hát így meghatározó hindu teológia lett belőle. Most elolvasod mondjuk Patanjali yoga és a kommentárokat, akár Vyásza, a más, csak legelején ott azért a Prakritiről, Purusáról, Brahmanról, Átmanról olyan értekezések vannak, hogy az átma Brahman, ami eredetileg nem lehet név és forma, az ilyen kötetnyi attribútummal bír. És akkor, és akkor mi van? Tehát akkor a teremtetlen az most végül is milyen? Hát, hogyha a végigolvasod, akkor rájössz, hogy még semmilyen se. Nem, hogy valamilyen, még semmilyen se. Mert ha már azt mondom, hogy semmi, akkor már mondtam rá valamit. Ezért van az, hogy nem tudom, de ha ezt elérem, akkor tapasztalom. Tehát igen, gyártunk önképet, gyártunk illúziót, gyártunk dualitásokat, de az önvaló az nem egy személy, vagy egy esküdszék, vagy valami ilyen opponens, amelyek azt mondja, hogy ne! Amelyek azt mondja, hogy igen vagy nem, az az elméd. Az elmédnek az adott parlamenti frakciója. Hát attól függ, hány pártrendszer van belül. Tudod? Tehát amelyik névvel, formával, külsővel, belsővel, jövéssel, menéssel bír, mint jelenség, az nem az átman. Tehát a van szó, mert nem én, nem személy. És ezért mondjuk itt a lehető legkisebbet hazudva, hogy nem tudható, de tapasztalható. Az önvalót azért tesszük hozzá, mert nincs mit rajta fogni. De ez annyira nem név és nem forma, hogy azért az emmesterek vastagja, Tang dinasztia Kínában kb. 1100 évvel buddha után kezdődik a tánc, azt mondják, ha látod a buddhát, öld meg. Az igazi buthának nincs neve és nincs forma, tehát amit látsz, az biztos, hogy nem az. Amit hallasz, az sem. Gyémánc útra, buddha azt mondja, aki engem a látványban akar fölfedezni, aki engem a hangzásban akar fölfedezni, rontottak az ő lépései, és ezért nem láthatja az igazi beérkezettet. Tehát, ha bármilyen jelenséggel azonosítod a legfőbb önvalót, az átmabrákmant, akkor az már nem az. És ezt úgy szoktam szemléltetni egy kicsikét, így kultúrfüggetlenül: hogyha a tükrön bármilyen tárgy permanens nyomot hagy, mert azonosulsz vele, akkor pont ott van a vakfolt, ott nem látsz. Hát amikor kimondtam azt, hogy én, pontosan az én, mint önkép, ami rám rakódik a tükrömre, annak a mértékében nem tapasztalom igazi önvalomat. És éppen ezért a személyes önkép az nincs útban, csak először tapasztaljuk már meg, hogy mi az az eredeti nagy, amik a tetején ott kis hullámtaréként ott vagyunk, mint kis avatár. Nincs az a semmi baj. Csak az avatár, a hullámtaré, vegye már részt, hogy alatta több köbkilométernyi tenger ott van, és ő abból jött. Ez azért fontos, mert ha elvágom a hullámtaréjok alatt 10 centivel a tengert, akkor csak ilyen egyéneket látok, ilyen egyén vízpamacsokat látok, és nem látom, hogy a mélységében milyen mélyen tartozunk össze. Mennyire lényegileg egyek vagyunk, és csak jelenségünkben különbözünk. Tehát azért kell a nem gondolkodáshoz, a nem tudhatóhoz visszatérni, hogy az önvaló tapasztalata letisztuljon, és az elméből kitörölhetetlen legyen. És ez a tapasztalás, ez nem valaminek a tapasztalás, hanem inkább annak a nyitottságnak, vagy egységnek a megtartása, amit már egókérek többet soha nem zárhat le, mert az elmében megmaradt valami, amit úgy hívunk, hogy buthi, az önvaló lenyomata. Ezért a gondolat már soha nem hiszi, hogy ő abszolút. Az érzelem soha nem hiszi, hogy ő kizárólagosan a legjobb vagy legrosszabb nem áll fönt az a veszély, hogy az énség megint elszigeteli magát a külvilágtól, és abszolútnak gondolja magát, akár a szó pozitív vagy negatív értelmében. Tehát a buddhi az az önvaló tapasztalatának a lenyomata, azt mondja, hogy az alázat gyökere. Mert enélkül nem tudsz nagyobb előtt meghajolni. Ez előtt, hogy mielőtt ez bekövetkezne, mindig neked van igazad. Mindig. Mindig neked áll följe, mindig neked jár valami mindig téged sértenek meg, mindig panaszkodsz. És mihelyt az oké sokozat lélegzete átjárja a pszichét, az egység tapasztalata fölfelé mindig nyitottát tesz. Soha nem tudsz bezáródni az én kérged mögé többet százszázalékosan. Mindig emlékszel arra, hogy volt egy pillanat, ami időn és téren túl van, de benned megvan. És a legborzasztóbb életfázisokból, a legkeményebb válságokból ez a kis Ariadné fonál hoz ki. A legsötétebb éjszakából ez a szikra hoz ki. Tehát igazából a zen boldog békédőkben is jó, de a megmutatja az igazi erejét. És ezért van szükség arra, hogy lásd, hogy minden, ami benned gondolat, illúzió. Nem. Igen húha, jelenség, szeretem, nem szeretem, ez mind az elme. És van egy mozdulatlan, tiszta, térszerű valami, ami nem megnevezhető, csak tapasztalható. És ezért tudatosítjuk minden egyes pillanatban, most mit látsz, most mit hallasz, most mit érzel, most mit gondolsz, most mit teszel. Mert ami ezt látja, ezt a vigyát, a látást, ezt keressük. És ez nem személy. Ezért szoktuk azt mondani, gyermekember, felnőtt ember, és nem ember. Ami ebben benned megszólal, emberként, az te vagy. De ez a lényeg, ez önmagában nem ember, vagy állat, vagy növény, vagy Isten. Nem tudjuk, hogy mi az. De enélkül nem vagyunk emberek, az állat enélkül nem állat. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Most az előző kérdésről eszembe jutott egy kérdés, hogy az eredeti önvalóból jöttünk? Mondja az elmét, de valójában fogalmunk sincs, hogy ez hogy történt. Tehát valahogy valamilyen narratívával magyarázatot kell találni erre az elképesztő helyzetre, hogy a humán ezen a bolygón megjelent, és több tízezer éve, itt nyomja. De értelmes, épkézláb magyarázat erre nincs, csak az elmének van egy ilyen mitikus, teológikus, mit tudom én, milyen törekvés, hogy találjon már valamilyen magyarázatot arra, hogy mi az, ami minket idehozott. De önmagában ezek a magyarázatok nem segítenek. Na, most folytasd. Szóval, hogy valahonnan jöttünk az eredeti tiszta Tudat. Nem tudjuk. Hányszor mondjam nem, nem már? Tudjuk. Ne legyél teológus, Nem tudjuk, honnan jöttünk. Na mindegy, most itt vagyunk, és, és a újra ezt mondta, a, ezt inkarnációk keres. ezreinek kezdettelen és végtelen áramlása. Olvas utána, az, annyira bölcs volt, most lerak valamilyen kezdetet, tudom, hogy fáj. De hogyha lerak valamilyen kezdetet a buddha, mindenki ahhoz ragaszkodik, és a rohan vissza a a múltba, hogy azt a pillanatot, azt. Nem. Most van a kezdet és a vég. Ebben a pillanatban van az élet és a halál. Itt és most tapasztalod az alfát és az omegát. Most jöttél ide a földre, ebbe a pillanatban. Így. És ez nem logikus, de mégis így van. Tudod, hogy mikor történt az ősrobbanás? akkor nincs több kérdésem. Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom, hogy mi a karmám, és hogyha ráláttam, akkor hogyan tudok vele a legjobban bánni? Amelyek belül fáj, vagy örömet okoz, az a karmának az első ilyen jelentkezése. Tehát ami kimozdít a középről, és föl vagy levisz. Itt például megjelent egy karma, három hetesen és négy naposan, öt naposan. Annyi történt, hogy megjelent benne egy érzet, és ez az érzet fájdalmas. Valami, mondjuk poci, vagy hiány van. És a karmát azt ugye, mint okés okozat, orvosolni kell. Az örömöt meg szoktuk osztani, a fájdalmat el szoktuk nagyon sokszor szigetelni. És semmi más nincs, mint az okés okozat működését meglátjuk. A Földön ezt emberi testben nem kerülhetjük el. Miért? Mert időbe vetett és térben megjelenő lények vagyunk. Ha nem lennénk egy folyamatnak a részei, akkor nem lenne ok és okozat egymás után. Most gondold el, ha nem egy ilyen lineáris időfolyam lenne. Persze a ciklusok bele vannak építve, de valójában megszületünk, fölnövünk, megöregszünk, meghalunk. Ez egy linearitás benne ciklusokkal. Ha ez visszafordítható lenne, ha megsokszorozható lenne, ha alternatív realitások léteznének egymás mellett, az egészet nem kellene komolyan venni. Ugrándoznánk A, B és C verzióból, és nem kellene a karmát tényleg komolyan venni. De ebben a kontinumban az ok és okozat törvénye világos és kérlelhetetlen. Van ez a gyönyörű történet Pajcsangal és a Rókával. És rövidre fogva ez úgy szól, hogy Pajcsang, Tang dinasztia egyik legnagyobb zenmestere, tőle vannak a templomi szabályaink egyébként, énekeskönyv, Dharma beszédet tartott, és az elvonulás alatt ott két hetente szokott lenni, a mai napi Kóreában így két hetente van, és mindig megjelent egy öreg ember, szerzetesek mögött tisztelettudóan helyet foglalt, és utána eltűnt. És megkérdezte egyszer Pajcsang, hogy te ki vagy, és mit keresel itt? Azt én nem vagyok emberi lény. 500 generációval ezelőtt ezen a hegyen, ebben a templomban voltam apát, és elkövettem egy hatalmas hibát. Megkérdezték tőlem, hogy a megvilágosodott ember mentese az ok és okozat törvénye alól, és azt mondtam, hogy igen. Ezért 500-szor születtem újra rókatestben. Kérlek, add meg nekem a tanítást, hogy megszabadulhassak a róka testemtől. Pacsang azt mondta, tedd fel a kérdést. Az öreg ember így szólt. A megvilágosodott ember mentesül-e az ok és okozat törvénye alól? Pacsang így felelt. Az ok és okozat törvénye már világos. Az öreg ember meghajolt, és azt mondta, tanításod felnyitotta a szememet, megszabadultam a róka testtől, melyet holnap a dom túloldalán fogtok megtalálni egy barlangban. Kérlek, temessétek el a szerzeteseknek kiáró szertartás szerint. Tehát az ok és okozat törvénye minden lényre érvényes ebben az univerzumban. A tér is, az idő is, a tudat is, a lélek is a test is pontosan úgy működik, hogy ezt a karmát mindig észre kelljen venni. És ennek a látásnak a kényszere, a felébredés felé való motiváció. Hogyha nem látod át, ez a karma ural téged. Ha átlátod, te tudod uralni ezt a karmát. Ha nem látod át, pusztán teremtett vagy. Ha átlátod, teremtő vagy. Oké? Okay. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az én kérdésem az lenne, hogy a nincs szín hangszagíztapintás és tudati folyamat, az azt jelenti -e, mint az a koan, amiben a harang hangja van, hogy ugye a tudat teremti a hangot, ha jól értem a koant, és mint egy bumeránkszerűen ugye a tudat fogja fel. A zenbotnak melyik vége igaz? És még... Nyitott, bárki szólhat. Elég. Ha, na végre, a bot barna. Tehát ne ragadj le se egyik végén el, se a másik végén el. Se ott, hogy az üresség, nincs szín, hang, íz, stb. Gyönyörűen idézted a szívszutrát. És azért hoztam a bot hasonlatot, mert nagyon egymáshoz tartozik a kettő, amikor a haranghangját csak hallod, tehát hogy honnan jön a haranghangja? Tehát két aspektusát mondtad a tudat általi teremtettségnek. De a tapasztalás az egyetlen, ami össze fogja kötni a kettőt, tehát elmével ne akard összekötni, mert ilyen kis logikai labirintus lesz, hogy hogyan magyarázzuk a kettő közti kapcsolatot. És erre nincs szükség, mert egyébként ez szavakkal lehetetlen. Körülbelül olyan, mint amikor biciklivel szeretnél a holdra menni. Nem fog menni. Ha biciklizel éjszaka, mondjuk, akkor a teliholdat láthatod a pocsolyák tükrében. És egy biciklizel, ilyen holdképeket képeket nézel. Na, ez az értelem reflexiója a valóságra. És amikor a biciklis már nagyon unja és már frusztrált, akkor elvét egy kanyart, és csak így belezuhan a pocsolyába, egy fejjel a telihold képére, és üvölt, hogy nem érte el. Tehát világos, hogyha másra van szükség, és nem erre a frusztráló tapasztalatra, hogy az értelem által szeretnénk ezt megoldani, akkor szálljunk le a bicikliről, irány az űrkikötő és rakéta. Tehát jót mondtál, de itt a további gondolkodás nem segít. Jó? Rendben. Köszönöm. Szívesen. A szívszútráról szeretnék én is kérdezni, hogy két nyelven is énekeljük magyarul és koreaiul, de a végén mindig kétféle mantrával fejezzük be, hogy van-e lényegi különbség. Nincs. A szakácsnak mindegy, hogy milyen nyelven van a szakácskönyv, amíg megérti, hogy a hozzávalókat hogyan kell készíteni. Úgyhogy teljesen mindegy, milyen nyelven van, a gáté, gáté, parágáté, gáté, pere, szem, gáté az ugye le van fordítva, de valójában csak át van írva úgy koreai, hogy ágyé, ágyé, bará, ágyé, barászunk, ágyé, módszisza, szabáha, Úgyhogy tajszólással ugyanaz mind a kettő. Na. Egyéb kérdés? Volt olyan kérdésed, Szungszán Mesterhez, amire kapott válasz meghatározó volt az életedben, és megosztanád -e ezt. Nem ér... elég az este hozzá, mindegyikre emlékszem. Ha. Akkor, igen. Persze. Illetve, hogyha most kérdezhetnél tőle, akkor mit kérdeznél, illetve szerinted mit válaszolna? Most nem kérdeznék tőle semmit, csak lapor. Az első kérdés az 1991. áprilisában hangzott el, részemről felé, Kertészeti Egyetem, nagy előadó, 300 fő, és szerint én az első sorban természetesen, és vagy majdnem, és mindig azt mondta, don't think, only do it, ne gondolkodj, csak csináld. És hát uh... Meg akartam fogni egy kicsikét az argumentumot, és megkérdeztem ékes angolságommal, hogy can thinking be an action, tehát hogy tud-e a gondolkodás cselekvés lenni. És el azt mondja, későbbi felismeréssel, a zen körrel válaszolt, hogy ötféle gondolkodás van. Ragaszkodó gondolkodás, tudományos gondolkodás, nem gondolkodás, mágikus gondolkodás, tiszta gondolkodás. Melyik kell? És akkor én, mivel már olvastam valamit zenről, elővöltöttem magam, hogy ha! És egy, egyben is vörösödtem, mert rájöttem, hogy háromszázan hallották. És megkérdezte, hogy csak ennyi? És mivel addig kettő darab hétvégés elvonuláson voltam, nem tudtam, hogy tovább hogyan válaszolja. És akkor úgy, mint a befelé zuhanó vulkán, így szépen eltűnt a láva, és az öreg azt mondta, hogy Érted az egyet, nem érted a kettőt, megütlek 30-szor. És ezt akkora szeretettel mondta, hogy az valami hihetetlen. És aztán még több száz kérdés egészen 1999-ig. Aztán, amikor a kórházban ápoltuk 2003-ban, akkor láttam utoljára. Úgyhogy minden fontos kérdésre, amire olyan választ kaptam, hogy úgy belém égett, az, az mind megvan. Te az egyik leggyönyörűbb az, amikor felteszel valamit, megtanultam, hogy nem siránkozunk, nem panaszkodunk, nem a saját karmád a fontos. Hogy gyakorolj? Az a fontos. Ha tudsz gyakorolni, akkor a karmádat kipörgeted, és nem akarod az emmester vállán ottan magadat. És amikor feltettem valami olyasmit, amilyen kis sükebóka dolognak tűnt az ő szemében, és kiderült, hogy tényleg az volt, akkor mindig azt mondta, hogy puritán. Tedd félre. Tedd félre. És amilyen hozzáállással kérdeztél, ő pontosan azt tükrözve válaszolt. Valaki egy ilyen orbitális mindentudó arrogáns kérdést tett föl, az öreg legyalulta. hát az, ami volt. És amikor valaki így nagyon őszintén, nagyon ártatlanul egy ilyen gyönyörűséget oda tett, úgy bánt veled, mint a hímes tojással. Gyönyörű volt. De meg kellett dolgozni érte. Tehát ez úgy ment, hogy reggel 3.40-kor mindenki főket, 108 leborulás, utána éneklés, utána ülés, utána reggeli, utána munka, az öreg reggel 8-kor följött, és addigra te ezt mind elvégezted. Leborulunk előtte, felolvasunk egy kont ebből a kötetből, és utána kérdéseket fogadott. Na most ez ilyen mechanisztikus dolognak tűnik, de hogy mennyire nem volt az, azt az mutatja, hogy van, aki csak azért jött több ezer kilométert, hogy ezt tapasztalja vele. Ugyanis nem volt olyan szűk keresztmetszettel probléma, hogy csak a titkáron keresztül tudtál évente egyszer bejutni hozzá, és akkor ott volt tíz percet se, és akkor mentél a dolgodra. Ő mindenkit megnézett minden nap. Tehát nem csak az volt, hogy te pöntyöghettél, meg hallottál egy quantumot, amire ő kommentárokkal válaszolt. Általában az volt a kommentár, hogy igen, ez fontos kérdés. Igen, hát akkor az pontosan úgy van. Akkor igen, igen, és akkor pajcsangz zemmest, és akkor mondott egy mondatot. Nem a kognitív része volt a fontos. Nem az, hogy ő mindenkit úgy, ahogy van, minden reggel látott, a tudatállapotát, a karmáját átolcették. És bizony mondta a vezéreknek, az ő alvezéreinek, hogy na hát akkor ez az emberre most ez van, az az és akkor ez a feladat. És aztán jött a napi munka, aztán a ebéd, délután volt, és néha szabad néha ott is meló. Én nekem munkakarmám van, ha még ez így nem tűnt volna föl, de a lényeg az, hogy nekem mindig volt valamilyen tisztségem a templomban, az első naptól kezdve. Az első az ilyen önként jelentkezés is volt, és rájöttem, hogy sokkal jobb, ha én jelentkezem, és nem rám lőcsölik, mert akkor abban több energia és több hit van. És ez, ez fantasztikus volt. És aki tényleg hátra tudta hagyni a, a ragaszkodásait, a fixa ideáit, az, az, nem csak megtanulta, az, az, úgy beitta. Tehát ezt nem igazából megtanulni kell. hogyha lebontod az önvédelmi manizmusaidat, az egódnak az elhárító, rutinjait, akkor az átitat, ez megtisztít. És ez az, hogy nem tudod, hogy működik, de működik. Egy korábbi zen gyakorló azt mondta, hogy az a jó, hogy nem tudjuk, mert ha tudnánk, félre is magyaráznánk. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy hogy tükrözök helyesen vélemény és vagy egyáltalán szükséges-e tükröznünk Milyen színű a sütőtök? A sütőtök még nem érik teljesen, de most jelenleg zöldes még. Helyesen tükrözted, bár éjszaka van. Milyen színű a padló? Többféle barnás színben pompázik. Így tükrözöl helyesen. Most éppen mit gondolsz a kérdésre, amit föltettél? Hát, Na, így nem tükrözöl helyesen. Egyéb kérdés? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy, hogy a ismeret, vagy létezik egyáltalán olyan, hogy lelkiismeret furdalás? Vagy ez igazából ez megfelelési vágy, vagy maximalizmus? Nem, az első érzés abban, hogy tényleg hibáztál, az lehet lelkiismeret furdalás, hogyha helyes a lelkiismereted. Tehát milyen ismeretanyag van a lelkedben fölhalmozva arról, hogy te ki vagy, a másik ember kicsoda, a világ micsoda, és akkor ebben a rendszerben mi a helyes. Tehát lelkiismeret furdalása csak annak lehet, akinek valamilyen szintű lélektudatossága van. És ebben a tudatosságban tükröződik az, hogy ő kicsoda, a másik ember kicsoda, és a kölcsönhatásunk mit enged meg. Tehát ez kultúránként azért elég eltérő, hogy egy beszélgetésben mi hangozhat el úgy, hogy az nem hiba. Kórea nagyon jó példa arra, hogyha te így nyugati módon kezdesz el hozzájuk szólni, az káó. Most már nagyon modernek, de 30 évvel ezelőtt ez nagyon másképp volt. És hogyha hibázol és később rájössz, akkor lelkismert furdalásod van, hogy úristen, hibáztam, de nem javítottam ki. Ennek az extrém változata a bűntudat, és a hiánya pedig a teljes gátlástalanság és felelőtlenség. Tehát az ok és okozat rálátása, vagy meglátása, az nagyon fontos, és a hiba beismerése is fontos, ahhoz, hogy javítani tud. És ennek van egy ilyen fázis, ami ismeret furdalás, ezzel nincs semmi baj, csak ne hagyd, hogy elrohadjon benne a, a tüske, ki kell húzni. Tehát a hibát ki kell javítani. Utolsó két kérdés. Mi van, hogyha mondjuk a régmúltban történtek ezek a lelkiismereti problémák, és mondjuk már nem tudod kihúzni ezt a tüskét, és nem tudod. Hogyha úgy a régmúltban, hogy még most is fáj, akkor az nincs a régmúltban. Az idáig elhatott. Tehát a lélek mélyén nincs múlt és jelen és jövő elkülönítve. Ezt az elme el, mert elhiszi ezt a téridő kontinuumot, meg minden, ami történik benne, azt sugalja, hogy van egy múlt, jelen és jövő, ami a jelenségek szintjén igaz, Na a lényeg szintjén nem. Tehát ha te most bármilyen bűntudatot, lelkiismet, fúdalást érzel egy múltbéli eseménye kapcsolatban, akkor az ide a jelenbe kihat, tehát itt van. és nézd meg, hogy most ebben a pillanatban valójában az az esemény micsoda. Tehát a lélek megörökíti a saját traumáit és örömeit. És az a borzasztó, hogy a traumáira jobban emlékszik, mert ezt jobban el akarja kerülni, jobban be akarja magát biztosítani, mint az öröm ellen. Tehát nézd meg, hogy ebben a pillanatban valójában mi történik abból a régmúltnak tűnő eseményből. Lehet, hogy ismételsz. Lehet, hogy csak ismétled a karmát, és megint, és megint, és megint, és a kezdete az a régmúltban van, de valójában kihat a jelenre. És most is csinálod valamilyen módon. Tehát amikor azt mondod, hogy ezt itt most abba hagyom, ezt a karmát nem folytatom, ezzel már nem azonosulok, ezt nem termelem újra, ez már nem válik az én nemmé, ez még mindig csak 50 százalék. Ha már úgy visszamegy a tudattalamba, hogy az összes okozati kapcsolatát láttad, az összes belső teendőt elvégezted, és a látás általi megszabadulás szépen a helyére engedte, ha úgy el tudod felejteni, és nem jön be a jelenbe, akkor van megoldva. Ha én nem felejtettem, de valójában már nem érzek bűntudatot, akkor a helyére került? Akkor Vidám Park, Hawaii Dizsi napszemüveg. Akkor jó az a zen. Köszönöm. Te vagy rossz ember. Hátul tessék. Én arról szeretnék kérdezni, hogy többször volt, hogy lemondtam valamiről, és akkor az élet ezt így, így hogy hogy működik ez valójában ez a, ebbe a karmikus törvénybe, hogyha Na, mi volt az? Mit dobott hozzád az élet, miután olyan jól lemondtál róla? Bármit, mit tudom én, cigarettát találom, hogy azt mondtam, hogy most nem fogok cigarettázni, és rá egy hétre egy egész dobozzal találtam egy ardan, például, meg ilyesmi. Ami velem nem fordult elő, mikor ugye barcigi éhes voltam, és azt mondtam, hogy most úgy rágyújtanék, biztos, hogy nem jött szembe egy ember az utcán. Akit ők Nézd életen, meg légy hol, és bar... az Eredet című filmet, mert ott egy teljes oktatóbázis van erre különböző szintű álmoknak a kivetülése a térbe és az eseményekbe. Gyakorlatilag te nem lemondtál róla, hanem az elmével lenyomtad a tudattalamba, és a tudattalan kivetítette a térbe, és te pont azt láttad meg, mert ott volt a járdán. Tehát a vágy az nem ment el, csak lenyomódott szépen, és mint minden gyomnövény, amit nyírsz, erősebb lesz. Mert a gyökerét nem szedted ki, de folyamatosan elvágtad a szárát a tudatos éned elvágta, a tudattalan pedig szépen megerősödve generálta kint. És ez fordítva is, hogyha nincs tudatos rész, akkor is így van. De igazából... Ezért hogy... nincsenek véletlenek, ezért nincs bal szerencse. De, de ez, de, ez, pénzzel is, vagy bármi más, azt mondtam, hogy most például a materiális dolgok nem érdekelnek, nem érdekel a pénz, vagy valami, akkor ez, ez, ez így jön felém. Vagy, akkor én eddig nem csináltam ezt. Ezért volt ez a probléma. Hát szerintem elég szép ez a hely, nem olyan rossz itt. Most... Tehát valójában most megértettem valamit, köszönöm, hogy ezt a sztorit elmondtad. Ahhoz, hogy megkapjak valamit, teljesen le kell róla mondani. Na hát. Nekem már sokszor bejött, csak ezt mondom, nem azt mondom, hogy ez így működik. hát, ha egy visszagondolok, nekem is. Egyéb kérdés? Arra lennék kíváncsi, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy nem gondolkodik. Akkor meggondolkodott. <laughs> Igen, de, de hát, hogy, hogy nem. De, tehát, hogy... Segítek. Igen. Mit hallasz most? Tücsök ciripelést. <laughs> akkor tényleg nem gondolkodtál. Amikor gondolkodunk, akkor van ez a nagyon szép zen segédeszköz, és ha nincs semmiféle ciripelés, akkor ezzel, amikor a hangot hallod, elvágod a gondolkodást. És ez az első ilyen nagyon szép, elkülöníthető mozdulat, amivel a saját személyes narratívádat, vagy több sávon folyó uh, szórakoztató műsort, azt elvágod. Tehát az öreg azt mondta, vágd el a gondolkodást, menj egyenesen, nem tudom. Careful thinking, only go straight, Dana. És ezeket a kifejezéseket, ezeket így visszanézve évekig nem értettük. Az öreg nyomta, mi gyakoroltunk. És egyszer csak így a helyre kattott, na, akkor ez most ezt jelenti. És most már megvan. Ez olyan tényleg, mint a lépők. És akkor lépsz a következő körre. Úgyhogy ne ellenőrizd a gondolkodást. Ha azt malmozod belül, hogy gondolkodom, vagy nem gondolkodom, akkor biztos, hogy gondolkodom. Én kiválóan csapkodok belül, tehát hogy folyamatosan azt gondolom, hogy nem, de ö, nem is jön semmi. Akkor miért csapkodsz? Hát, hogy ebbe az állapotban legyek, de azt gondolom, hogy na, akkor majd feljön valami, nem jön semmi. De miért kéne, hogy följönjön? Hát meg, meg kellene oldani a kohant. Ez nem úgy megy, hogy ráncigáljuk a tudattalanunkat <laughs> jobbra-balra, mint ló a szekeret. Hát Ez ö... úgy megy, hogy te boldogan ülsz a tér 100%-os tisztaságában, 360 fokos körben nyitott éberséggel, mozdíthatatlan jelenléttel, törhetetlen tükörrel, és bejössz az interjú szobába, megkapod a kérdést, megütöd a padot, és így minden fölborul úgy, ahogy van. Vagy tényleg megvolt a minőség, és az intuíciód így a felszínre dobja a választ. Te ne teszteljétem belül semmit, mert nem fogja a lelked elhinni, hogy éppen erre most szükséged van. Olyan jó lenne ülni, de az elméd az állandóan itt próbálkozik. Ezt én is egyszer átéltem, az első elvonulásom után egy buszon voltam, és ott volt a hátsó ablaknál szerettem utazni, és itt kinézni mindig, és a belső kackiáltást gyakoroltam, és tényleg így belül elordítottam magam, és a gondolatok úgy elmentek, mint a szél. És csak a busznak a menetzaja volt, meg a látvány. Megint jöttek a gondolatok, megint elővöltöttem magam, megint elmentek. És ezzel ugye el voltam egy darabig, aztán rájöttem, hogy ez így önmagában teljesen haszontalan. Tehát amikor kell gondolkodj, amikor nem kell, ne gondolkodj. Ezt a kapcsolót beállítani, hát ez évek. És nagyon sok éles helyzet és az éles helyzet a kohan. Ugyanis az életben nagyon sokszor egy pillanatnál több nincs arra, hogy nagyon fontos döntéseket meghoz, és akkor elképesztően ébernek kell lenni, észnél kell lenni, tisztának kell lenni, jelen kell lenni. Helyzet, kapcsolat, működés. Meg kell lennie. Ha nem, évekig takarítasz utána. És éppen ezért a kohan helyzet, az interjú, az nagyon toleráns. Nem én, én nem vagyok toleráns. Az egész helyzet nagyon toleráns, mivel annyiszor hibázol, ahányszor akarsz. Nem leszek kevésbé kedves hozzád. Magyarul, hogyha nagyon-nagyon szigorú vagyok, az nem a kohan válaszod minősége miatt van, hanem a hozzáállásod miatt. Úgyhogy az egyetlen egy hely az univerzumban, ahol következmény nélkül hibázhatsz, az az interjú szoba. Nyugodtan. De a belső tesztelés általában nem szokott sikerülni, ugyanis nagyon sok hogy szógyag... de hát szúnyi meditációban nekem bejött ez a válasz. Mondom, ott voltam. Mert akkor rögtön mondom, hogy nem jó, de hát nem voltam ott, be kellett neked jönnöd ide. És akkor kiderül. Tehát inkább a nem tudom, ott tartsad, mozdulatlanul, és akkor az intuíció erősödik, mert a centered erősödik. És akkor esélyes, hogy amikor halál megvető bátorsággal bejössz az interjú előbb-utóbb helyes lesz. Jó? Ha már nálam a mikrofon, kérdeznék még egyet. Vannak krízisek, és az a kérdésem, hogy nyilván a krízis azért krízis többek között, mert ö, nem az van, amit az ember szeretne. A helyes hozzáállás ilyenkor ö, az az, hogy igazából csak teszi az ember a dolgát, próbál helyesen cselekedni, létezni, stb., és akkor gyakorol egyebek, és akkor, a, akkor a helyére kerül minden. Tehát, hogy próbáljuk a, a választ. Annyira általánosságokban beszélsz, hogy lehetetlen bármit mondani erre. Legyél szíves, metszően legyél konkrét, és tegyél föl egy olyan mondatot kérdésként, amire érdemes válaszolnom. Hallgatlak. Mm. Látom. Én azt szeretném kérdezni, hogy ki lehet-e venni ö, valakiből egy ilyen apasebet nekem, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják, de hogy... Be ami... lehetett tenni? Hát, de, Mert de... ha be lehetett tenni, akkor ki is lehet venni? De mondtad, amikor a Benedek megszületett, hogyha valamit olyan történik a gyerekkel, hogy akkor azt az életben nem szedett ki belőle. És akkor így hogy akkor itt Ülök, érted? Azért ne ragaszkodjunk a hasonlathoz annyira, tehát kondicionált valóságban élünk, de amikor sebezhető az ember, tehát a két rövid bardóban, a leszületés és a felmenetel bardójában, elképesztően sebezhetőek vagyunk, és ami akkor belénk kerül, azt nagyon nehéz kiszedni. Magyarul testesülni kell ahhoz, inkarnálódott állapotban kell lenni ahhoz, hogy tudatosítsuk a karmát. Megvan? Nincs test, akkor nincs értelem, nincs szem, nincs fül, nincs orr, nincs semmi, amivel a karmádat tudatosíthatnád, amivel az input-output megvalósulhatna, vagy nem tudsz kölcsönhatni a környezettel, mert nem is különültél el a környezettől. Értjük? Tehát a leszületés és a felmenetel azok olyan karmikusabb eszhetőségek, hogy ott kialakulhatnak olyan azonosulások, amelyek mondjuk gyökérokként vagy traumaként elkísérnek téged egész életedben. Itt van egy jó hír, meg egy rossz. A jó hír az, hogy ez is kondicionált valóság, ennek sincs ön természete, itt is le tudod győzni az azonosulást, lásd A rossz hír pedig nincs, csak korábbi karma van, ami azt jelenti, hogy okkal születtél ahhoz az apukához. Tehát az összes korábbi karmád, az összes korábbi inkarnációt summázata ebben a testben, ebben a családban, ebben az inkarnációban csúcsosodik ki. Tehát senki sem véletlenül születik a a szüleihez. Itt ezért mindig féloldalas az a pszichológia, amik az előző életbeli karmát nem veszi tudomásul, és a nyugati pszichológia 95%-a nem teszi ezt. Nincs megbízható tudás. Azt hiszi, hogy valami hindu elmélet. De nem. Ha ezt valaki tapasztalja, mélységesen átalakul az önképe, a világszemlélete, az útról, a sorsról alkotott elgondolása. Gyökeresen. Látott valamit, amit eddig mások nem. Tehát nem lehet csak azzal magyarázni a karakteremet, mert ilyen szüleim vannak. Én miért születtem oda? Milyen karma vitt oda? De az áttörés egyik ilyen frontja, az például regressziós hipnózis volt, mert állandóan valamilyen traumával küzdött a szegény beteg, és akkor a pszichológus ugye kiterjesztett gyakorlata, beküldte valamilyen hipnózissal a saját tudattalanyába, és elkezdett a tárháztudatban gyakorlatilag keresgélni, és megpróbálni olyan állapotban kihúzni az azonosulás gyökerét, amikor a fogalomalkotó és megkülönböztető tudatosság pihen. Tehát nem tud ellenállni, mert nincs elhárító mechanizmus, hetes, és nem tud önállóan elemezni, mert azt is feladta a hatos. És kiderült, hogy a tárháztudatban minden ott van. Tehát az emberek úgy regresszáltak korábbi életeikbe, észre sem vették, csak elkezdték mondani. És mondták, és mondták, és mondták. És nagyon sok terap azt mondta, hogy köszönjük szépen, hát ez nekem sok, mert ez nem volt benne a négy Bécsi Iskola egyikében se. És voltak olyanok, kevesen, akik a karrierjüket kockára téve az egészet kidolgozták úgy, ahogy van, hogy ez hogy működik. És vannak ilyenek, utána lehet nézni. Tehát nem csak keleten van a reinkarnációról paradigmatikus, hagyományos, tapasztalati alapú tudás. Hanem nyugaton is kezdesz kiemelkedni, csak eszméletlenül nehéz az elmúlt 2000 év gondolkodás átalakítani. És nem nélkülözhető ez a lélek egészségéhez, hogy meglássa a saját útját. Ha nem látod az utadat, akkor nem látod az egészet, és így egészségtelen, vagy beteg állapotban vagy. Tehát beteg dolog az, hogy a környezetemet, a szüleimet okolom állandóan azért, hogy én ilyen lettem. Oké? Nézd meg azt, hogy benned mi az, ami téged idehozott. Ezért szerettem föltenni a csoportkarma tárgyalásakor, hogy te tényleg tudod, hogy miért születtél magyarnak? Vagy csak valamilyen mítoszt elhittél? Valamilyen narratívát beléd nyomtak? Mert a csoportkarmának a nem helyes meglátása olyan hamis azonosulásokkal jár, hogy azon nyomban szenvedés lesz belőle. Mert nem az igazságot tudod, nem látod azt, hogy például a csoportkarma szintjén mi hozott téged ide, így igazából közösséget sem tudsz vállalni a többi emberrel mélyen, hanem ugyanazt a narratívát osztjátok, vagy különböző viták vannak, hogy akkor most honnan jöttünk, hány szarvas volt, hány lány volt, kitraboltunk el, stb. Érted? Tehát nézd meg pontosan hogy benned mi volt az, ami behívta azt az apát, amitől az apa sebb keletkezett. Így már kegyetlenebb a dolog, de igazabb. Jó? Köszönöm. Szívesen. Tehát, hogy a, az ok és okozatról szeretnék kérdezni, hogy ezt a gondolataink által fogjuk föl, mert hogyha... Nem. nem? A gondolatainkkal artikuláljuk. Tehát amikor például egy darázs megcsíptéged, és ösztönösen lecsapod, vagy lesöpröd, akkor te nem gondolkodtál, de felfogtad a fizikai ok és okozat működését. Vagy amikor ösztönösen valaki a pirosnál melletted le akar lépni, és megfogod, hogy ne gázolja épp egy teherautó halára. Nem gondolkodtál. De hogyha utána gondolkodsz, akkor elnézést kérsz, hogy leszakítottad a galériát, de megmentetted az életét. Tehát a gondolat az csak az artikuláló eszköz, amikor formába öntöd az egészet. Eltem. De az okés ok és működése át, az körbe olyan, mint a 10 literes hecsedli vár, és a gondolkodás pedig, mint a címke rajta, az a másfél grammos. És egy vágy lehet -e ok vagy okozat? Lehet, bizony. És melyik, melyik? Hogy a vágy az okozat vagy ok? Melyiket szeretnéd? Mire vágysz? Ok legyen, vagy okozat? Köszönöm. A többi tanítást Mephisto adja. Jödi? Azt szeretném kérdezni, hogy Sri a Maharsit, mikor az édesanyja nagy sokára megtalálta az Aruná Csála hegyen, akkor kérte, hogy mondjon valamit, hogy miért van itt, és miért nem jön haza. És azt mondta neki, hogy azt írta, mert akkor éppen nem beszélt, hogy hogyha valaminek meg kell történnie, akkor is megtörténik, ha az egész világ a fejeteteire áll. Hogyha nem kell megtörténnie, akkor sem történik meg, ha az egész világ a fejeteteire áll. És a zen fényében szeretném kérdezni, hogy a zen gyakorlás arra jó ennek a, az előbbinek a tükrében, hogy tudsz esetleg mégis változtatni, vagy arra jó, hogy belenyugodj abba a sorsba. Ami... A zen gyakorlás tükrében egyértelműen elmondhatom, hogy a zen eszköztárában nincs fejenállás. Egyébként látni kell Maharisi és az édesanyja közti viszonyt. Itt a hiába lettél hatalmas, megvilágosodott guru, anyuka akkor is, a fiának tekint. És ezért az egész univerzumot segítségük kellett hívni, hogy anyukának egy használható érvrendszert gyártson le, hogy miért nem megy haza. Megtörtént. Az összes többi az Sri Ramana Maharishi és az édesanyja között van. Ez nem vonatkozik rád, vagy más érzőlény karmájára. Ez köztük van. Tehát ez Ramana maharishi akit én mélységesen tisztelek, és a legtöbb tanítását olvastam, és tényleg igaz szerintem, hogy ő a hinduk zenmester hát ami benne van, az valami ötcsillagos. Tehát az fantasztikus. De nem szabad szó szerint átvenni tanítást egyik helyzetből a másikba. Egyik emberi kapcsolatból a másikba, mert így, lást kígyó méreg, az orvosságból méreg lehet. Nem szabad. Mindig az adott helyzetet, az adott kapcsolatot kell felismerni úgy, ahogy van. Tehát az ok és okozat törvénye világos, ez ma kiderült. De a fejenállásos, univerzális determinizmus az tényleg Ramana Maharishi kifejeződése volt édesanyja fel, hogy akármit csinálsz, akkor sem megyek haza. Kész. Jó. Akkor, akkor lehoznám a saját személyemre ezt, a, amit mondtam. Gondoltam, hogy, a... hogy ilyet szeretnél. Igen, de be kellett vezetni. De én meg kivezetem. Úgyhogy rögtön, mintha el se hangzott volna az előző kérdésed, úgy tett föl a sajátodat. Nehéz lesz, mert összefügg vele. Uh, Biztos, hogy összefügg? Szeretnéd, hogy összefüggjön? Igen. Akkor összefog. Hallgatlan. Tehát amióta gyakorlom a zent, azóta pont ezt érzékelem, hogy nem megfogalmazódik bennem, hogy meg, merre kellene mennem, hanem ami megjelenik, azt teszem, és az nem ugyanaz, mint eddig volt. Bizony, minden nap más nap. Minden nap egy kicsit másképp kell föl a nap. Egy-két perces difi van az előzőhöz képest. Tehát a... a jelenségek nem ugyanazok. de nagyon, nagyon ugyanarra a srófra járnak. Az, hogy te azt érzed, hogy a spontán megjelenő helyzetekre reagálsz, az nem zárja ki a kreativitásodat, vagy az, hogy utad van. Akkor hozzátenném, hogy fájdalmas, nehéz helyzetben. Öm, egész, tudom, hogy egészen máshogy reagáltam volna, hogyha ez nincs. Igen. És nem a nem azon az úton járok, hogy azt keressem, hogy miért, 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 hát miért hanem... Szerencsét van, mert nem találnád meg. Igen, erre rájöttem, hanem, hanem pont ez segít abban, hogy lépésről lépésre belássam, hogy nincs magyarázata a nincs. nincs, de dolgunk az van. Tehát lépésről lépésre belátni, az az, amit az én kicsi bevezetőmben mondtam, hogy a köveket teszed ki a hátizsákból a folyóba. Tehát karmánk van, de ez az ősok, hogy miért vagyunk mi ilyenek, ez az egy szál szellemi ősrobbanás, na az nincs. Az nincs. Nem egy valamiből, valamitől keletkezve lettünk ilyenek. Ez egy olyan folyamat szétosztva, ahol nincs egy egytagú miért. Egy szétosztott mátrix van, a tízezer darma, tízezer jelenség, amelynek a működési törvényére jó, ha rájövünk. Tehát nem annyira miértek vannak, hanem inkább hogyan van. Tehát hogyan leszünk boldogok, hogyan ébredünk föl, hogyan haladunk az úton. De az a miért, ez egy serdülőkori miért. És a gyereknek rengeteg miértje van. Ez egy ilyen szerethető korszak, hogyha ki tudja este kapcsolni a miért csatornát. Egyébként egész 0-24-be tudnak kérdezni, és akkor fel kell tölteni a kognitív térképet, meg kell nekik magyarázni, amennyire tudjuk. Aztán ennyi volt, és elég volt. Utána jönnek a hogyanok. A felnőtt ember az a hogyannal dolgozik sokkal inkább, az öreg pedig a mikorral. Jó? Úgyhogy ez teljesen normális és törvényszerű, hogy nem mindig ugyanazzal a fejjel, ugyanolyan szögben ütjük meg a falat. Ha nem tanulunk a saját traumáinkból, sebeinkből, gyógyulásainkból, és mint megtaláljuk az ajtót a falon. És ez annyira nem vicc, hogy amikor megtaláljuk az ajtót, és mellett a földön a kulcsot, és csak be kéne tenni és kinyitni, néha olyan messzire elhajítjuk a kulcsot, hogy nehogy megtaláljuk, és nehogy átjussunk valami más létállapotba, vagy más önképbe. Sőt, dörömbölünk az ajtón, és imádkozunk közben, hogy nehogy kinyíljon. Nehogy kinyíljon, mert Úristen, mi lesz, ha megváltozom? Köszönöm. Szívesen. Milyen összefüggés van a helyes tükrözés és a kompraxis között? Százszázalékos átfedést látok. Köszönöm szépen a ma esti figyelmet. Holnap után folytatjuk. Jó éjszakát mindenkinek.